a ház külső részének, a növényzetének az erőtetése zajlik. Igaz, Maki? És most kijöttünk megnézni, hogy hogy legyen. Itt van mögöttünk. Mindenképpen lesz a héten, figyeljétek, valamikor a hét második felében mindenképpen bemutatjuk nektek. Gyere ide, Manó! Gyere ide, Léci! Mancs, gyere ide! Sziasztok! Mi külön izgalmas résszel készülünk nektek, közben leesett a lapátunk. Erus, fogjál, légy szíves! Mert megszavaztátok az Instagramon, szoktam oda ilyen szavazásokat feltenni, hogy szeretnétek-e látni, hogy hogyan készült a kertünk. Ennek köszönhetően láthatjátok, hogy pár hónappal ezelőtt a Narus is milyen volt, hogyan szereztük be együtt a virágokat, nagyon-nagyon cuki volt. Úgyhogy megmutatjuk nektek ezt, a korábbi felvételeket, és most még azt is leforgatjuk, hogy még miket csinálunk itt a kertben, úgyhogy tartsatok velünk mindenképpen. Azt kéne, Muki, hogy mellé tesszük a zöldet, ide most erre a kis kocsira, és akkor megnézzük. Szávász, pupák! Végig maradtad az egész kertészetet. Sometimes the truth is hard to see. But now the... Ez mennyi idő alatt fog ilyen nagyon nagyra besűrűsödni? Hát, jövő tavasszal már van rá esély. Tehát ezt ugye le kell vágni ősz végén. De három elég akkor? Elég, de 6 darab lesz. 3 csavar, 3 gömb, és úgy szeretnénk, hogy csavar gömb, csavar gömb, csavar gömb, és a lámpák közé. Már készül a fehérkő. Nem ez lesz a végleges, mert sajnos mi hófehéret rendeltünk, de hát ez közelről látszik, hogy nem hófehér, úgyhogy ez csak töltésnek lesz, és akkor utána kerül rá. A szép hófehér. Időközben Sofi annyira belelendült az egész kert tervezésbe, hogy végignézte a Pinterestet előről-hátulról, és nem csak növények, hanem hinta is lesz a kertben, ami egyrészt azt mondta, hogy nekünk romantikus estékre, és hát Marusnak, amikor már tud hintázni, úgyhogy a fiúk éppen ezt csinálják itt mögöttem. Milyen vagyunk akom? Ott zajlik a művelet. Mindenkinek az ujja még megvan? Még. Nem, nekem már nincsen, de... Nekem már nincs. De azt nem itt hagyd el. Alszok a gyermekem amúgy. És semmi baj, amúgy is már indulnék. Úgy is ez a hintának lesz a... Nem. A hinta alap az itt van alul. Igen, azt kérdezem. Ja, igen, ő lesz a hinta alap, a vastag. A többi az pedig a magas ágyásé. Nekem pedig egy régi vágyom fog teljesülni azzal, hogy lesz saját kis fűszernövénykertem, paradicsom, paprika, mindenféle, ami a főzéshez kell. Itt hátul a kis sarokban. És itt készül neki is a magaságyás. Közben néha előjön a nap, néha elbújik. De én ezt nagyon-nagyon várom, és innen fogom bevinni a kis családomnak a mindenféle friss bio alapanyagokat. Ilyen jó állapotok vannak tegnaphoz képest. Csak lekezeljük a fát, hogy ne rohadt. Ez egy jó hír azért. Van egyébként a fenyő az jól bírja. És ez tel is tele lesz mindenféle finomsággal. Na, most már itt vagyunk kint, végre. Itt van Barnabás is. Most már a ház külső részének, a növényzetének az elültetése zajlik. Szóval a ház külső részének, a növényzetének az elültetése zajlik. Igaz, Maki? És most kijöttünk megnézni, hogy hogy legyen. Itt van mögöttünk. Most megmutatom nektek is közelebbről. Ide kintre egy örökzöld magnóliát választottunk. És mit választottunk még? Ez babér. Babér megy. Mert a Sofi mindenképpen szeretett volna fát. És én azt gondolom, hogy ezek a kis apró kis bokrok össze-vissza lennének jók elpakolva valahogy. Lancok.
lesz, édesem? Oké. Apa, milyen hintát talált ki neked? Hát milyen hintát, életem? Akkor felmászol a tetejére. Na itt már láthatjátok mögöttem, hogy egészen jól áll a kis fűszernövénykertünk, sőt már 3 darab paprika benne is van. Nagyon szép színesek a többit. Meg is kell vennem akkor őket, ugye? Igen, igen. Péntekig. Ajjaj, meg kell vennem a fűszernövényeket, hogy ezek itt mind tel is tele legyenek. Itt nem tudom mennyire emlékeztek, itt voltak ilyen nagyon csúnya gázcsövek, és akkor a Sofi kitalált, hogy ilyen dobozzal legyen eltakarva, én ugye beesek friss földbe. És ott meg szintén látjátok, ilyen nagyon ronda csövek mentek, ezt így kaptuk meg. És akkor ezekben lesznek még növények ültetve, és el is van takarva. Itt a mi kis kertfelügyelőnk! Itt felügyeli a munkálatokat. Igen, minden rendben halad? Minden? Szeretnék a véleményeteket kikérni, hogy itt jön le a csúszda, vagy errefelé jön a csúszda, itt lesznek egy ilyen terasz, itt lesz ugye a kisház. És akkor vagy innen megy föl létre, vagy onnan menne egy létre, ide falat fog fölhúzni, és akkor ez itt zárt lesz. Úgyhogy ez a terv. Igazából nem is tudom, hogy honnan fogok tudni faanyagot beszerezni. Kíváncsi vagyok, hogy a véleményetekre, hogy tudtok-e olyat, hogy honnan lehet melyik tűzépről rendelni. Bizony, neked akarja apa csinálni. Narának biztos, hogy örülne neki. Most egy ilyen fél év múlva biztos tudja használni egyedül is. De együtt is a játszatéren tökéletokat játszottunk, szóval ez biztos tetszeni fog neki. Ma most látjuk, hogy az időnk nagy részét kint töltjük, amikor jó idő van, hogy ez a terasz, ami itt elkészült a házhoz eredetileg, ez nekünk sajnos pici, úgyhogy a Sofi kihelyezett ide különböző pontokat, hogy hogyan szeretnénk megnagyobbítani, mert az a tervünk, hogy oda a falhoz készítünk majd egy ilyen előkészítő kis mini konyhát, ahol tudok majd vágni mindenféle ételt, és akkor lesz egy normális asztalunk, mert ezt láttatok a videókban, hogy így szoktunk enni, de hát nagyjából kitörik a derekunk, mire megesszük az ebédet. Úgyhogy ez a tervünk, csak így, hogy nem tudunk elmenni, próbáltunk nézelődni a neten ezt is, hogy hol tudunk venni esetleg ilyen asztalt, de még nem találtuk meg azt, ami árértékarányban tökéletes lenne. Tessék! Tessék, fogjad? Igen, fogjad? Nem, meglétszem, mert ez homokos kicsim. Itt a falat kell megbefejezni, ugye ez egy támfal, és itt a víz átszokott szivárogni, ezért nem tudom pontosan, hogy mivel tudjuk majd úgy leszigetelni, hogy majd ne dobja le a vakolatot, mert ide is olyan fehérre szeretnénk behúzni, mint a ház. De valószínűleg OSB lapokat fogunk felrakni, az annyit szigetel. Akkor azt behálózni és behúzni, úgyhogy ezt nem tudom, még esetleg írhattok, hogy nektek mi a véleményetek. Ugye itt lámpák lesznek, hogy ezt kell még befejezni, és majd itt lesz egy borítás, amit ne lássunk át egymáshoz annyira. Oda is körbe majd ez jönni fog még, úgyhogy van munka bőr. Még van egy nagyon fontos kérdés, ha most eszembe jutott, hogy ti már tapasztaltabbak vagytok, akiknek nagyobb a gyerkőce. Mi gondolkodunk azon, hogy a Narusnak homokozót esetleg szereznénk be ide, mert imád pakolni a köveket, meg a vödörből ki, vödörből be, és gondolkodni, hogy inkább a homokot pakolja, úgyhogy kérlek írjátok meg kommentben, hogy a ti gyerkőcötök hány éves korában kezdett Rengeteget álmodoztunk, hogy milyen lesz, amikor majd egyszer kertes házban lakunk, főleg ugyan arra miatt rengeteg tervünk volt, spórolgattunk, ami most azért sajnos nem fog összejönni, de így sem vagyunk elégedetlenek, mert a lényeg, hogy kint lehetünk a friss levegőn, főleg ez a kismaki, mert amikor jó idő van, akkor tényleg mi itt vagyunk kint egész nap. Így van, kint vagyunk egész nap, és az legfontosabb, hogy együtt vagyunk mindhárman. Vannak álmaink, amiket ugyanúgy szövögetjük és tervezgetünk, hiszen ennek a amit itthon tudunk, azt igen, elvégzünk, úgyhogy el vagyunk így egymásnak. Egymásnak megteremtjük a szabad időt. Amit tudunk és belefér, azt pedig megrendeljük online.
Úgyhogy, ha kíváncsiak vagytok még ilyen fészekrakós videókra, akkor azt is írjátok meg kommentben, mert rengeteg van már korábbról, azt nézzétek meg, főleg azoknak mondom, akik nemrég csatlakoztak ide a csatornánkhoz, mert szép számban vagytok szerencsére is. És holnap ismét jelentkezünk, úgyhogy aggodalomra semmi, jó kitartás nektek, és élvezzétek a jó időt. Sziasztok! Hello!